aki nagy rajongója tiszavasvári labdarúgó életnek, és nyomon követi a különféle dolgokat, most meglepődve tapasztalhatja, hogy egy régi új arc itt Tiszavasváriban. Nagy szeretettel köszöntöm Antal Józsefet, aki most nem mint labdarúgó, hanem mint edző pozícióban. József, hogy történt? Hát december 31-én szokott lenni ez a szokásos téli foci, és ott került szóba a Fazekas Marcival, hogy esetleg talán lenne a hajlandóságom, majd pár nap múlva telefonos egyeztetés alapján már ezt fixáltuk, és ezt a dolgot, hogy elég gyorsan lezongoráztuk. Nem volt nehéz döntés számomra, nekem ez egy érzelmi kérdés volt, hogy én visszatérjek. Körülbelül 10 évig fociztam itt, úgyhogy hazajöttem, nagyon szerettem mindig itt lenni, úgyhogy reméljük, hogy ez is olyan jósul el majd, mint a játékos pályafutásom. Mesélj kicsit magadról, mi lett veled, hogy elmentél annak idején Tiszavasváriból? Hát utána Polgáron, Hajdú-Bihar megye első osztályban játszottam éveket, utána egy kisebb kitérő után végig Sajószögeden voltam, mint edző, játékos edző, majd most az utolsó fél évben már csak játékosként, amit már most abban is hagytam volna mindenféleképpen, de így ezzel a megkeresés megerősített abban, hogy most már csak a Tiszavasvárra koncentráljak. Mennyire kihívás neked az, hogy ezt a tiszavasvári csapatot edzeni, és vannak olyan távlati elképzeléseid, hogy esetleg magasabb osztályba lépni? Ő mindenféleképpen szakmai előlépésnek tartom, mert azt ugye mindenki tudja, aki követi a labdarúgást, hogy a Szabolcs megyei 1-2 az az ország legerősebb bajnokságai közé tartoznak, tehát itt azért képzett játékosok vannak, ellentétben a környező megyei bajnokságok, ahol azért vannak erős hiányosságok. Nem tervezném nagy professzionális edzői karriert, én nagyon szeretem az amatőr labdarúgást, ebben érzem otthon és jól magam, úgyhogy egyelőre ennyi. Mennyire sikerült a csapat sorsát nyomon követni, itt a játékos mozgásokra is gondolok, mennyire ismered a jelenlegi csapatodat? Azt mondom, hogy olyan 40%-ban ismerem a régieket, a Ikreket, a Mátyási Petit, a Bolgár Dénes, tehát kevés játékos, de azért az eredményekkel tisztában voltam, figyeltem és figyeltem az utánpótlást is, ahol azért igen kimagasló eredmények vannak. Most így, hogy itt vagy, eleve nem tudom, neked is szemtől szembe a játékosok hogyan reagáltak, hogyan fogadtak? Meglepetés volt nekik, láttam, ugye én Facebook csoportba belettem véve, ahol egymás közt beszélgettek, és ott elsült egy-két poén is, hogy milyen stílusú voltam régen, és ott azért láttam, hogy meglepődtek a srácok, hogy éleszek, de úgy gondolom, hogy nem lesz ezzel gond. Most január 20-a van, ez lesz az első edzésed itt Tiszavasváriban. Olyan jellegű elképzelésekről tudsz-e beszélni, hogy például heti hány edzés, milyen stílusban szeretnéd, vagy ha éppen a játékosok nem jönnek el, akkor mit tudsz csinálni? Heti 3 edzésre fogunk kezdeni, még felmérem egy kicsit a srácokat, meg megismerem őket, ők is engem. 5 edzőmérkőzést terveztünk be, azok remélhetőleg le is lesznek játszva, gondolok itt a Covid helyzetre, az mindig közbe tud szólni. Az edzői stílusomat mindig igyekszem hozzáalakítani a csapathoz, hiszen azért a taktikát mindig az kell, hogy megszabja, hogy milyen a játékos állomány. Sokat beszélgettünk korábban a klub anyagi helyzetéről, és bizony-bizony nem olyan, mint mikor még NB1-B-s volt, vagy akár NB2-es volt a csapat. Épp ezért nagy szükség van a mostani ifis játékosokra. Nem tudom, hogy őket mennyire sikerült megfigyelned, vagy információt szerezni róluk. Még nem beszéltem a Sinka Lacival, az edzőjükkel, de az eredményeket azért látom, hogy ez a tiszteletet parancsoló. Mindenféleképpen azt a vonalat szeretném követni, amit az elődöm is, és az Egyesület elnökségével egyeztetve is, hogy mindenféleképpen a helyi fiatalokra akarjuk építeni. Nem lesz bevásárlás, nem hozok magammal játékosokat. Pedig ezt így szokták. Igen, ezt így szokták, de itt ez nem fog megtörténni. Egyedül a Lengyel Ágoston érkezett, ő azért a labdarúgás követőknek ő ismerős név, más igazolást nem tervezünk. Mikor kezdődik a bajnokság? Március első hétvégéjé a hivatalos, de ugye ez még az időjárás miatt változhat. Mit szólsz a tabellán elfoglalt helyhez? Örülök, mi ezt mindenképpen szeretnénk megtartani. Reméljük, hogy ez a fél év nem fog rámenni az ismerkedésre. Ahol eddig edző voltál, mi volt a vélemény rólad így a háttérben? Mit pusmogtak, hogy kemény voltál, de emberséges vagy pedig?
Hát az emberséges, nem tudom, a kemény szót azt többször hallottam, igen. Úgyhogy igyekszem megtalálni a hangnemet a srácokkal, de azért el is várom, hogy azért a némi tiszteletet nem csak a felém, hanem a játék felé, a játékvezetők és a nézők és a vezetőség felé ezt meg szoktam követelni. Milyen stílust fogsz képviselni itt a játékot figyelembe véve? Én nagyon szép, nagyon szeretem a látványos támadójátékot, tudom, hogy mindenki ezt mondja, de én valóban, és ragaszkodom is hozzá, nem fogunk megalkudni, visszaállni, védekezni, nem, ezt sosem szerettem, játékosként sem, és edzőként is az a hitvallásom, hogy minél többet nálunk legyen a labda. Őszintén azért az igazolásod meg lesz, hogyha kell, akkor be tudjál ugrani a csapatban a játszék szempontjából? Nem, nem lesz igazolásom. Ez teljesen biztos? 100%-ig biztos. De most miért? A korod miatt, hiszen még fiatal vagy, vagy pedig azért, hogy esetleg a egy-egy elrontott labdánál az edző tekintélyed ne csorboljon? Igen, mindenféleképpen, hogy le tudják rám mondani a srácok, hát mester, hát azt meg kell volna oldani. Nem, ő viccet félretéve korom miatt már nem. Még Sajószögeden játszottam az elmúlt fél évben, de már bosszant az, hogy ami valamikor ment, az már most nem megy. Főleg gondolok itt a fizikai részére. De azért az edzéseken azért fiúkkal be fogsz állni egy futásra, focira? Természetesen a focira, igen. És akkor egy végszó a tiszavasvári labdarúgást kedvelő közönségnek? Szeretném, ha minél többen kijönnének és buzdítanák a fiúkat, hogy ezt a harmadik helyet megtartsuk, és remélem a jövőben ezt még előrébb tudunk majd lépni. Na hát sok sikert neked itt Tiszavasváriban. Köszönjük szépen. Megyei másodosztály szinten is megkezdődtek a felkészülések a megyei labdarúgó bajnokságban. Nagy szeretettel köszöntöm László Zoltán szakosztályvezetőt, aki úgy gondolom, hogy a legtöbbet tud most, hogy mi a helyzet itt a tiszavasvári csapatban, a fiúk körül voltak változások, ezekről fogunk most beszélgetni. Először is boldog új évet! Hát boldog új évet kívánok mindenkinek, én is sikerekbe is, gazdag évet, jó egészségbe, és reméljük jó játékkal. Hát a csapat környékén különösebb változás ugye nem történt, kivétel az edző személye, aki bejelentette, hogy ő eltávozik, és ezért új edzőt kellett keresnünk. A csapat magja az úgy néz ki, hogy eddig legalábbis egyben marad. Gyorsan intézkedtünk, és jelenleg már az új edzővel kezdjük a felkészülést tulajdonképpen a mai nappal, illetve a jövő héten. Mondtad, hogy egyben marad a csapat, meddig tart az átigazolási időszak, tehát meddig van esély arra, vagy remény arra, hogy jön valaki, vagy távozik éppen? Hát távozni még nem tudom, hogy fog-e valaki, mert eddig nem jelezte. Tulajdonképpen az átigazolási időszak az február közepéig tart, és tulajdonképpen akkor van még mozgás, de általában ilyenkor jelezték a játékosok, hogyha el akarnak menni, vagy mi is, hogyha keresni akarunk. Egy játékos jön már hozzánk, őt már leigazoltuk, egy régebben itt futballozó játékos, aki többször a gólkirály címért is ugye hajtott, ő Lengyel Ágoston, becenevén Csirke, hazaköltözött Kanadából, és néhány évet még szeretne futballozni, és minket választott. Azt hiszem, ez nagy meglepetés lesz a labdarúgás szeretőknek itt Vasváriban, hiszen valamikor Marcival együtt a csatársztárok voltak. Hát igen, volt olyan év, hogy 53 gólt rúgtak ketten, és 26 találat volt az egyiknek, ugye 27 a másiknak, úgyhogy nagyon jó csatár kettős volt. Hát jó, most is jó lenne, hogyha ilyen eredményesen tudna részt venni a játékba, igaz, hogy már 47 éves. Így most előre tekintve egy kicsit, mondhatjuk azt, hogy van elvárás a csapattal szemben, hiszen nagyon jól sikerült az őszi forduló. Az őszi forduló pontosabban az őszi segítségi szezon. Igen. Hát tulajdonképpen amit terveztünk ezelőtt két évvel, az most jött be, mert ugye a pandémia miatt nagyon akadozott az előző bajnokság, és most az őszi szezonban az elején egy kicsit bátortalanabbul kezdtünk, de úgy nézett ki, hogy a csapat a ősz végére, a szezon végére tulajdonképpen teljesen összeállt, és kisebb egyéni hibák miatt nem vagyunk ott közel az első kettő mellett, így a harmadik helyen töltöttük a telet. Focistáknak a dolga, hogy focizzanak, hozzák a szintet, a színvonalat, a vezetőségé viszont az, hogy megteremtse a körülményeket ilyen szempontból, hogy álltok.
Hát igen, sokat kell harcolnunk, most főleg a anyagi háttér az eléggé kemény, de nem adjuk fel, és reményeink vannak abban, hogy az elmúlt szezonban, vagyis az elmúlt őszi félszezonban előjött problémáinkat tudjuk orvosolni, és az önkormányzat is segít nekünk. Sajnos szponzori támogatások nagyon lecsökkentek, ezeket is próbáljuk feléleszteni, de ebben nem sok reményt látok, de azért próbálkozunk. Tau? Hát a tau témánk az rendezett, úgyhogy azzal nincs különösebb problémánk, azzal tulajdonképpen a működésünket tudjuk biztosítani. Én úgy gondolom, hogy sokkal szerencsésebb helyzetben vagytok, mint például a kézilabdások, mert ők idegenben játszanak nektek, viszont hát mivel a labdarúgás a szabadtéri, itt van a pálya, egy-kettő van, ahol edzeni. Hát szerencsésebb helyzetben vagyunk természetesen, én sajnálom is a kézilabda csapatot, illetve kézilabda szakosztályt, így az egyesület problémáit is ugye a csarnok miatt, de hát reméljük egyszer megoldódik. A mi létesítményünk tulajdonképpen alkalmas a versenyzésre, illetve a játékra, és ezt fenn is fogjuk tartani, megteszünk érte mindent. Hát alkalmas, még elég szerény voltál, hiszen valamikor a tiszavasvári pálya volt a megye első vagy második legjobb pályája, az Áhonyival vetekedett, úgy emlékszem. Hát jól emlékszel, a tiszavasvári pálya most is ott van a úgymond pálya minőségben az élmezőnyben. De én úgy érzem, hogy egyre jobban vagyis szépül a pályánk, mindig csinálunk rajta valamit, amit a TAU lehetőségek adnak. Most például a stadionból bontott ülőszékeket helyezzük el, már egy részét elhelyeztük a lelátón, még pár darab, és körülbelül még a kétharmad darabban van a raktárban. Úgy hallottam, hogy új stadionra Vasvárinak nem telik, de hogy legyen fedetép, ezért esőben mindenki kap egy esernyőt. Ez csak vicc volt természetesen. Van elvárás a csapattal szembe az, hogy hozni kell az őszi szintet, vagy egyáltalán van-e jelentősége, hiszen mondhatjuk azt, hogy amatőr szinte tömegsportról beszélünk. Hát tulajdonképpen a bajnokságban a szereplés kapcsán mindenképpen a versenyszellemnek működni kell, és ezért minden mérkőzésnek van tétje, és én azt várom a játékosoktól, illetve az új edzővel is ezt beszéltük meg, hogy a lehető legeredményesebben futballozunk, és majd meglátjuk, hogy az mire lesz elég. Én úgy gondolom, ezt a helyet meg tudjuk tartani. Ritkán esik lehetőség arra, hogy az utánpótlás edzőkkel beszélgessünk, itt gondolok Sinka Lacira, Szabó Zolira, itt nem tudom, kit hagytam még, én nem akarok senkit, de te, aki... Fazekas Viktort. Ja, Fazekas Viktor, tényleg a világ első és második legjobb csatár volt, ezt tudom, erre emlékszem, úgy fog neki örülni. Tehát, hogy te, ha valaki, akkor te akkor átlátod ezt az egész helyzetet. Hogyan látod, hogy milyen szinten fociznak a fiatalok, mennyire van egyáltalán kedv arra, hogy kiálljanak edzésre és teljesítsenek? A 16-os korosztályig tulajdonképpen minden korosztályban nagyon jó a létszám, nagyon jó a hozzáállás, az edzők nagyon jól dolgoznak. A ifjúsági korosztályban, tehát az U19, ott már elkezdnek problémák az edzés látogatottsággal, illetve tulajdonképpen a megbízhatósága a játékosoknak, hogy felkészüljenek a mérkőzésre, illetve sokszor úgy kell értük üzenni, hogy jönni kell. Hogyha most lentebb megyünk, még teljesen valamikor volt a McDonald's, aztán utána, nem tudom, Fecskó Pista, aminek a megyei vezetője. Na mindegy, tehát ez a teljesen utánpótlás, ahol szinte óvodában kezdődik, hogy van még hajlam a kicsi gyerekekbe a számítógépen, meg az okostelefonon kívül, hogy elmenjenek edzésre és focizzanak, látod? Hát a hajlam mindenképpen megvan, sőt most úgy néz ki, hogy az óvodás korosztálynál is találtunk egy olyan képességű embert, aki lelkiismeretesen dolgozik a gyerekekkel, és nagyon sok gyereket meg tud szólítani, de mint ahogy mondtam, 16-os korosztályig nincs gond a gyerekeknek a edzés látogatottsága, illetve a játékban való részvételre, és a versenyeken is mindig létszámosan ki tudunk állni, sőt a Bozsik tornákon tulajdonképpen... Bozsik, ezt akartam kérdezni, igen. Bozsik OTP tornákon tulajdonképpen több csapattal is szoktunk indulni, és eredményesen veszünk részt. Sajnos most már nem vagyunk körzet, központ, ezért Nyíregyházára kell bejárnunk.
Hogyan készülsz a tavaszra? Hány baseball sapkát sikerült beszerezni? De gondolom, te is azért megbékéltél a helyzettel. Nagyon nehéz úgy, hogy egy NBA egy B-s csapat megyei másodosztályú szinten szerepel, holott te láttál és megéltél ettől szebb és külön napokat is. Hát az más idő volt. Olyan körülmények nagyon nehezen adódnak egy-egy csapat életébe, de tulajdonképpen a megye futballját ismerve, meg a megye 2, megye 1-et ismerve, azért még mindig vannak lehetőségek, és én előbb-utóbb úgy gondolom, hogy eljön az az idő, amikor saját településről származó, vagy környékből származó játékosok el lehet jutni a megye első osztályba. Feljebb már nehezebb. Aki úgy nem ismeri ezt az ilyen szintű, tehát megye másodosztályú szintű sportot, nézi az újságot, és ó, most voltak 50-en, 60-en, 70-en csak, most erre pénzt szánni. Viszont, ha megnézzük a megye számos településein lévő megye másodosztályú csapatoknál sincs túl nagy létszám. Ez mivel magyarázható szerinted? Hát tulajdonképpen a létszám az ugye, meg a lehetőségek azok korlátozottak. Én úgy gondolom, hogy a megye másodosztályban már az amatőr szellem uralkodik inkább, és a megye 1-től felfele már egy kicsit olyan profi szellemet lehet látni. Hát ehhez viszont pénz kell. Összekovácsolódás? Közös bográcsolás, beszélgetés, edzés után milyen hangulatban telik? Hát az az igazság, hogy itt volt ez a 2-3 év, ami egy kicsit úgy visszaesett ebbe a tekintetbe. Én úgy érzem, hogy az ősz folyamán ez újból nagyon jól kialakult, és a csapat összetart. Végszó? Hajrá! Én úgy érzem, ettől nagyobb meglepetés és ajándék a labdarúgó szurkolóknak nem kell, mint sem, hogy ismét hazai tiszavasvári pályán láthatjuk Csirkét, vagyis Lengyel Ágostont. Hát egy jó ideje nem találkoztunk. Mesélj, mi van veled? Mit csináltál? Hol éltél? Hogy éltél? Hú, szervusz, kérlek. Hát én örülök, nekem megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és megkérdezted ezt tőlem. Én hát 10 éve, hogy elmentem innen, és Torontóba voltam. Játszottam a mamát. József Háza után van. Igen, közvetlen. Szóval kint voltam, játszottam profi még fiatalon, utána elmentem amatőrbe, dolgoztam, minden szép volt, jó volt, elég volt, és visszatértem nagyon örömömre vissza Tiszavasváriba. A szíved hozott vissza, a család, vagy pedig mi? Hát persze a család, a szívem az mindig Tiszavasváriért dobog. Bevallom őszintén, Zoli bácsi, meg olyan, mintha az apám lenne a csapat, meg olyan, mint a családom. Most úgy gondolom, hogy neked sem ez teljesen új a csapat, hiszen vannak itt olyanok, akiket ismerhettél, hogyha nem is a csapatból, de az ifiből. Legfeljebb a játékstílus változott. Valójában első edzésen vagyok. Valójában én ismerem, Mátyási Peti van még a régiek közül. A Fazekas Marcit az persze az én nap, mint nap beszélgetünk egymással. Nagyon örülök, hogy Anti visszatért, Jóstikám. Hát reméljük, hogy sikerekben gazdag lesz ez az év. Játszottatok együtt, persze, nem kevesen. Persze. Azt hiszem másfél-két évet játszottunk együtt, még Fecskó István idejéből. Reméljük a legjobbakat. És a kérdés akkor, hogy milyen poszton fogsz játszani, hiszen valamikor egy kiváló csatár voltál. Te voltál olyan, mint annak idején volt a román csatár, most itt nem jut eszembe. Pitás Gyurira gondoltál? Akár Pitás Gyuri is, meg a más, na mindegy, tehát az, hogy tök mindegy, hogy milyen testrészéről, de tudja, hogy gólvonal után pattant a labda. Ő Fazekas Marci. Csatárként fogsz-e ismét játszani? Hát előbb be kellene férnem, hát az edzőm múlik. Én megteszek mindent, én tényleg most fanatikusan neki fogok esni az edzésnek, mivel jött ez a Covid, és kint én aktívan játszottam, szóval volt heti 3, de mióta bejött ez a Covid, azóta leálltunk egy éve. Volt ilyen baráti összeg, de az nem olyan, mint amikor fel kell készülni. Mindent meg fogok tenni. Szóval láttam kint, hogy edzenek emberek, milyen profi, milyen hozzáállása. Sajnálom, hogy nem láttam ezt fiatalon. Próbálom most hozzátenni, anno 45 évesen, ugye? Hát attól függ, hogy mi jön ki belőle, ha az edző úgy látja, hogy én helyen van a csapatban, persze, bármilyen posztot elvállalok, bármilyen posztot.
Szóval megpróbálok megtenni mindent. Mesélj már arról, hogy odakint milyen volt egy edzés. Hát azután, hogy innen Tiszavasváriból elment és belecsöppenti az ottani sportéletbe, gondolom van összehasonlítási alapod. Hát hallod, ha én most ebbe bele kellene kezdeni, ez nagyon hosszú lenne, de látom a magyar futball problémáját. Mikor én kikerültem, engem is meglepett ez a dolog, hogy az emberek mennyire fanatikusak. Szóval ott egy 20 éves gyerek, és itt sokan azt mondják, ugye, hogy a mentalitás az nagyon-nagyon sokat számít, és itt fejétől bőzlik a hal, már gyerekkorba a küzdést belenevelik a gyerekbe, a fegyelmet és a küzdést. És mindenkinek belenevelik az, hogy van egy cél, és el akarja a tüzönvizen. Tüzönvizen. Láttam gyerekeket, felnőtt szlovákok, akkor voltak a szerbek, a horvátok, úgy edzették a gyerekeket, hogy a síri csend volt, fegyelmezett, sírtak a gyerekek. Én amikor ugye profén játszottam, fiatal srácokkal, és edzés volt, kimentük, vérbe forgott a szemük. Szóval nem 100%-osan mentek el, 120. Mert az, amit edzésen produkáltak, azt kivitték a pályára. És ezt gyerekkoruk óta belenevelték. Sajnálom, hogy oké, én nem kaptam meg ezt, és ha nem láttam, de jó lett volna látni ezt egy olyan 10 évesen, vagy 8 évesen, ezt az akaratot, ezt az edzettséget, ezt a győzni akarást. Mert tényleg ezek győzni akarnak. Sokan azt gondolják, hogy hát persze, mert kint profi, a pénzről szól minden, de valójában? Valójában van az a réteg. Ugye én játszottam olyan játékosokat, tényleg aki megfordult a Villarealba, az Aston Villába, Benfica, Armando Sá, a legjobb barátom. Öten játszottak a TSL-be. Ezek a játékosok, nem ördögösen nagy pénzt kapnak. Szóval ezek mit mondjak, most kapnak 3000 dollárt. Jelentéktelen összeg. Várjál, 3000 dollár most havonta, hetente? Havonta. Tehát ahhoz képest, hogy TSL játékosok, és még fiatalok, például David Guzman, most ahhoz képest, hogy semmi, de mellette ő dolgozik. Szóval dolgozik. És 100%-osan megy, és minden edzésen a maximumot hozza ki magából. Példaértékű ám, példaértékű. Te még oda kerültél, hogy egy magyar fiú, hogy néztek rád, meg egyáltalán mit vártak el tőled? Van egy nagyon nagy sztorim. Persze igazolás, én a Caribbeanben játszottam, és volt egy öreg bácsi, egy olyan 80-80 pár éves lehetett, és benne volt az MLS-ben. És keresett engem, hogy ki az a magyar játékos, aki itt játszik ebben a ligában. Megtalált, beszélgettünk, és mondta, hogy de szeretne itt látni egy olyan csapatot, ami magyar, mert ott nemzeti csapatok voltak, szóval szerbek, horvátok, brazilok, portugálok, én a Caribbeanben játszottam, és azt szeretne, hogy egy magyar csapatot látni itt. És azt mondta, hogy a pizzát és a Tim Hortons mellém állítaná, és ezek patronálják ám a jégkorongot és a kosárlabdát, ha láthatna itt egy csapatot. És sajnos ez nem valósulhatott meg. Nem voltak alanyok? Is. Valójában itt is már elkapkodják a tehetségeket, meg a szellem. Szóval itt én mindig azt mondom, hogy itt játékosok, a gyerekeket úgy kell nevelni, ilyen kicsi, el kell kezdenünk ezt a belga nevelést. De most nem akarok okoskodni ebben. Láttam, hogy csinálják, milyen fegyelmet. És azt is láttam például, hogy 35 évben nem volt kint Kanada egy világbajnokságon, ugyanúgy, mint Magyarország, ugye? És most verik Mexikót. Mexikót. Szóval akkorát nőtt a futballot, hogy... És emiatt, szóval emiatt. Én nagyon örülök, hogy esetleg részese is lehettem, vagy esetleg láttam ezeket a dolgokat, hogy tényleg, mi is az a sava borsa a futballnak, mert valójában ott láttam meg, hogy is működik profin, hogy állnak játékosok, edzők, minden téren. Na most ezután kíváncsi leszek majd március első hétvégén a hazai mérkőzésre, hogy ezzel a szellemmel fogsz majd kimenni a pályára, és hogyan nézel arra a csapattársadra, akit látod, hogy hát nem 100%-on küzd. Valójában én próbálom majd átadni az öltözőbe is ezt a stílus. Most sokat bevallom, sokat gondolkodtam ezen, hogy tudnám úgy pozitívan hozzá, hogy mondjam, egy pluszt adna a játékosoknak azzal, hogy most én ezt a történetet esetleg elmesélem bent, és mennyire motiválja ez őket. Itt a célok, mi a cél? Ugye egy ember mi a célja? Feljebb szerette kerülni, elég jó neki, ezek is fekete. Szóval igen, ebbe is fejbe dől el minden. De én megpróbálok hozzátenni valami pluszt ehhez. Célkitűzésed? Nem megsérülni, és mindig nyerni.
Csirke, nagyon nagy szeretettel köszöntünk ismét Tiszavasváriban, és kívánjuk, hogy teljesüljön minden álmod, vágyad, és még attól függetlenül, hogy mennyit írsz papírral, de fizikai erőllétettől függően még kergesd a labdát itt. Köszönöm szépen, örülhetem, hogy találkoztunk.